Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen a ünnepen. Mintha nem lenne senki a teremben, úgy világítanak ránk. De hogy nem, itt vannak. Persze, most már lehet látni. Áldott és békés, boldog ünnepet kívánunk mindenkinek. Eljöttünk ünnepelni, az Úr Jézus Krisztust akarjuk ünnepelni, és énekeinkkel és szolgálatunkkal őt akarjuk dicsőíteni. Imádsággal fogjuk megkezdeni alkalmunkat, kérek szeretettel mindenkit, hogy álljunk fel, és így álljunk meg Isten előtt, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nagyon hálásak vagyunk az Úr Jézusért. Köszönjük mindazt, amit az Úr Jézus által végeztél történelemben, meg az életünkben. Köszönjük a nagy pénteki eseményeket, halálodat, de köszönjük, hogy feltámadtál és élsz, és szeretnénk így ünnepelni, dicsőíteni téged. Kérünk, hogy áldjad meg az énekeket, áldjad meg a szolgálatokat, és munkálkodj az életünkben, Uram, hogy mi közelebb jussunk el hozzád ezen az este, ezen a délutánon. Hallgass meg bennünket, fiad érdemében a Jézusért. Amen. Foglaljuk el helyünket ezen a szép helyen, és hallgassuk tovább a szolgálatokat. Köszöntöm szeretettel az Ászáv kórust itt mögöttem, mellettem, Hegyed Ernő testvért, majd meghallgatjuk a kis Ászáv szolgálatát is. Lesznek igei, köszöntések, biztatások. Hiszük és reméljük, hogy a Jóisten közöttünk van, és megáldja életünket. Amen. Ezért gyűjtünk ezen az ünnepen, hogy őt áldjuk. Az első ünnepben összefoglaltuk az ő életét, azt, amit tett, értünk miattunk.
Világvasárnap is volt, ugye, és megemlékeztünk róla, amikor kicsik, nagyok, fiatalabb, idősek felvonultak Jézus előtt, Jézus mögött, kiabáltak, hozzánál. Áldották őt, milyen csodálatos légkör lehetett, milyen csodálatos alkalom. Szívesen lettem volna ott, de nem lehettem. De itt is lehetünk, és itt is lehet ugyanolyan csodás alkalom, hogyha őt kiáltjuk, hogyha róla szól, amit énekünk. Ezért a következő énekkel szeretnénk biztatni magunkat, egymást, hogy áldjuk őt, és zenj hozzánál. Hadd buzdítson mindnyájunkat ez az ének, áldjad őt, áldjad őt, az ég urát. És ez minden neki, mert csak ő méltó erre is. Mi kevesen vagyunk, még technikai dolgok is vannak, amit meg kellene oldani, és így tovább, de ő ugyanaz az Úr, aki volt, aki van és aki lesz. Hadd szóljon róla, és neki a dicsére. Áldott, aki az Úr nevében jön. Thank you.
milyen csodás lehetett a tömegben. De még volt egy csodás helyzet, és pedig nem is olyan rég emlékeztünk nagy pénteken. Az is különleges esemény volt, ugye. Sőt, fenséges. Mert a felülről jött le a földünkbe az Úr Jézus. Sőt, felkerült a keresztre. Sokan nem tudják ezt értékelni. Sokan nem tudják, hogy miért kellett, miért így, miért pont ő. De mi, akik itt vagyunk, hiszem és remélem, hogy tudjuk. Sőt, hálásak vagyunk érte. Megköszönjük neki, hogy mi felséges. Mi felséges az, amit tett életünk. Erről fogunk énekelni. Mi felséges. Szeretet, hogy megváltott engem az Úr Jézus. Ezért váltott, ezért került a keresztre. És a kereszten kitárta a kezét. És volt olyan tanítvány is, ugye tudjuk, hogy azt mondta, hogy nem hiszem, csak ha látom a kezét, a sebek helyét. A közelét is ennyire hitetlenek tudtak lenni. Bár ne lennünk mi olyan, hanem bár lennünk hívő keresztények, akik ha nem is láttuk, nem is fogtuk, de érezzük azóta is. És tudva a Bibliáról, elhittük, magunk imádhatjuk. És megvallhatjuk azóta, hogy tart az égi kéz, tart engem, tart minket és mindjárt. Aki hiszi és megtapasztalta ezt, valljon meg velünk együtt. Főleg a refrénnél, tart az égi kéz, tart az égi kéz. Gondolom, emlékszünk, hogy lehet ismerjük valamennyire ezt az éneket. Hadd valljuk meg ezt örömmel, hittel, bátran, hogy tart az égi kéz.
Jézusnak van ilyen keze. Lehet hallottuk már arany keze van, mondják egymásnak az emberek. Milyen jó szakember. Tudja, hova, hogy tegye a kezét, és látszik is az eredményt. De olyan, amilyen Jézusnak, olyan senkinek nem volt, nincs és nem is lesz. Ezért méltó csak ő, csak te Jézus, méltó vagy a dicséretre. Sajnos nem mindenki tudja, sajnos nem mindenki tapasztalta ezt. De a mai világban sok keresztény ember, úgy tudom, úgy hiszem, hogy mégis tud egy nagyon fontos igeverset, egy aranymondást a Bibliában. És pedig a János 3.16. Hiszem, hogy mi is tudjuk ezt. Ismételjük el, mondjuk el, bizonyítsuk meg. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ez egy olyan aranymondás, amely érvényes lesz, amíg a Földön leszünk, és hirdetni fogunk. Merjük mi is tovább mondani, merjük imádni. Ezt az aranymondatot, ezt az igét Mike József testvérű megzenésítette. És mivel nagyon súlyos ez az igevers, nagyon sokat mond, és e világra szól, egész világra, egész emberiségre. Nem könnyű még énekelni sem, de megpróbáljuk, és hisszük, hogy tudva az igét, át tudjuk adni, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy elszülött fiát adta. Thank you.
ezzel zárjuk az első dicséretünket, mert úgy szerette Isten a világot. Hallottunk a világvasárnap és nagypénteki eseményekről, és csak egy néhány perc elejéig hadd szóljak egy kicsit erről a nagy jelentőségű eseményről, az Úr Jézus Krisztus haláláról. Nagyon, de nagyon fontos az Úr Jézus Krisztus halála. Úgy elmegyünk emellett nagyon, de nagyon sokszor. A nagy péntek nagyon sokszor egy olyan jelentéktelen ünnep, ami számunkra, pedig a kereszttel nagyon, de nagyon sok helyen találkozunk. Látjuk, nem csak templomokon. Mert fontos az Úr Jézus Krisztus halála. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy mit is jelent ez. Szeretném elmondani azt, hogy az Úr Jézus Krisztus a bűnért, a bűn miatt kellett, hogy meghaljon. Hát erről beszél a Biblia, az Úr Jézus Krisztus így mondja magáról, hogy az embernek fia kellett, hogy szenvedjen. Tehát valahogy nem lehetett elkerülni ezt. De miért nem? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a mindenható Isten miért nem tudta egy szóval, vagy egy legyintéssel elintézni az ember bűnét. Hát ő, aki teremtette a világ mindenséget, és csak szólt, és meglett minden. Miért nem tudta ezt elintézni így egy szóval? Miért kellett ez az egész, hogy Jézus eljöjjön, meghaljon, és azért kellett ez, és azért volt erre szükség, mert nekünk a mi bűneink, amiben beleestünk, amiben benne vagyunk, amivel születünk, olyan mélységes és olyan nagy rombolást végzett az életünkben, hogy nem lehetett csak úgy elintézni ezt egy szóval vagy egy legyintéssel. Azt mondja a Biblia, hogy a bűn zsoldja, vagyis a bűn fizetsége, következménye az a halál. Azt mondja a Biblia, hogy Isten ítélete, Isten haragja van a bűn miatt az embereken. És Isten nem azért haragszik, mert fel volt háborodva, vagy mert neki most így tetszik ez, hanem azért, mert igazságos és szent és tökéletes, és ő nem tehet mást, amikor látja az embereknek a bűnét. Ezt láttuk a Bibliában mindig is, hogy akkor, amikor az embernek a bűne megsokasodott, akkor az Isten haragja jött, akár a Noé idejében, amikor özönvíz volt, vagy más esetekkor is például, amikor Ninivét látta Isten, hogy milyen gonosz. Tehát nem tudja elnézni a szent és a tökéletes Isten. És ezért az ő lényéből ez a szent harag van, hogy a bűnt meg kell, hogy büntesse. De mivel az Isten személyiségében szeretet van, mert az Isten szeretet, mert az Isten jóság, minden jó és tökéletes ajándék az Istentől jön, ezért ő nem akar megbüntetni bennünket, embereket. Nem akar bennünket elpusztítani, nem akar tönkretenni. És ő a tökéletes, szerető Isten kigondolt, kitervelt egy ilyen nagy munkát, egy ilyen nagy művet az Úr Jézus Krisztus halálával. És ezért az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia jött le erre a földre, magára vette a mi bűneinket, Isten büntetése volt az Úr Jézus Krisztuson, ezért amikor a Getsemáné kertben van és imádkozik, amikor vért iszadott, amikor olyan nehéz volt az ő számára, ez a bűn miatt volt ilyen. Mi miattunk, a mi rossz természetünk miatt volt, az Úr Jézus magára vette, bűnné lett, átokká lett. Ezt ő mind mi érettünk vette. Azt mondja a Biblia, hogy az Úr Jézus Krisztus az Isten bárány. Az Isten kijelölt eszköze, helyettesítő áldozata, hogy nem mi kelljen meghaljunk, hanem meghalt az Úr Jézus Krisztus. És ezért a Biblia arról beszél, hogy Isten az Úr Jézus Krisztus egy áldozatával tökéletessé tette az útat az Istenhez. Ez történt nagypénteken. Az Isten szentsége és az Isten szeretete találkozott a kereszten és az Úr Jézus Krisztus halálában. És nekünk bűneinket megbocsáthatja, a mi életünkben békesség lehet. Egy történettel szeretném befejezni ezeket a gondolatokat. Valahol egy faluban az ács mesterek dolgoztak fenn a tetőn, és hát nem volt olyan jó állásuk nekik, meg nem voltak olyan jó körülményeik, és sajnos az egyik leesett, egy ácsmester leesett a tetőről, és mire a többiek hallották a nagy visítást, meg jajgatást, mire oda kerültek, már látták, hogy az ember felállt, és ment tovább.
És akkor vették észre, hogy ott a ház körül egy gyúgynyáj volt, ott legelészett, ott jöttek azok is, és ez az ácsmester, amikor leesett a tetőről, pontosan egy bárányra esett rá. És az a bárány megmentette ennek az embernek az életét, sajnos a bárány elpusztult, meghalt, megöldött. És ez az ember mindenkinek mondta aztán, mikor kérdezték a kollégák, hogy mi történt. Akkor mindenkinek azt mondta, hogy a bárány megmentette az életet. A bárány megmentette az életet. És ezt szeretnénk hirdetni mi is ezen az ünnepen, hogy nagy pénteken ez történt, hogy az Isten báránya meghalt. Azért, hogy én éljek. Azért, hogy az én életem szabad legyen. Azért, hogy a bűneim meg legyenek bocsátva. És mi nekünk az a feladatunk, és bátorítok mindenkit, hogy szálljunk időt arra, hogy csendesedjünk el az Isten előtt, az Úr Jézus előtt. És valljuk meg bűneinket, alázkodjunk meg, és kérjük az Isten kegyelmét, hogy jöjjön, és avatkozzon be az életünkbe. Akkor lehet igazán örülni, az ünnepen boldognak lenni, ha mi is el tudjuk mondani, hogy a bárány megmentette az életemet. El tudod-e ezt mondani? Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyám, köszönjük az Úr Jézus Krisztus áldozatát. Köszönjük, hogy csendben és nagyon jó körülmények között lehetünk most itt. De nem így volt akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus szenvedett és meghalt. Ő vállalta mi érettünk a bűnt, a büntetést, a kárhozatot, a halált. Azért imádkozunk Istenünk, hogy segíts meg bennünket, hogy meg tudjunk alázkodni előtted. Tudjunk jönni bűnbánattal, beismeréssel és könyörögni. Kérünk Istenünk, hogy könyörülj rajtunk, bocsáss meg bűneinket. Adj szabadulást, adj örömet az életünkben, és segíts meg, hogy a te akaratodat tudjuk követni. Amen. Hiszük, hogy az Úr meghall imát, és cselekszik az életünkben. Hadd folytassuk tovább a szolgálatokat, a koncertet. Most közösen is fogunk énekelni, hadd halljuk mindnyájnak a hangját is. Jó volt hallani, amikor elnőtestért kértek, hogy lehet énekelni, akkor csatlakoztunk ehhez. Ki lesz vetítve itt az ének, és remélhetőleg minél többen ismerjük ezt az éneket, énekeljük bátran. És azután pedig a kisászáv szolgálata fog következni. Kérem szeretettel a gyermekeket, legyenek majd készek, amikor szólnak a tanítók. Ezelőtt a bárány előtt, akinek hála, tisztelet, hódolat, álljunk fel, és közben kérném szeretettel a kisászáv tagjait, ahogy gyakoroltuk is a napokban, tegnap, két oldal készüljetek. Aki pedig szülők hozzátartozók, halljuk meg, hogy Jézus megváltó Isten áldott szentje. Thank you.
Kezdjük azzal az énekkel, amely gúzítja a kicsiket, a nagyokat, középkorukat, mindenkit, hogy énekeljetek Istennek. Ezt már énekeltük két szakaszban az Úr Jézus életét karácsonykor, de van harmadik és negyedik szakasz is, ugye? Mely elmondja, hogy ha ő el nem jött értünk a kereszt alatt, meg nem állhat valaga énünk, bűnünk megvan. Ám levette vére rólunk az ítéletet, énekeljetek Istennek, énekeljetek. És még egy szakasz lesz, hogy készen már az égi hajlék, mint feltámadott, vár az Úr, hisz nála van még készített hely ott. Aki hisz, mint értenyelni örök életet, énekeljetek Istennek, énekeljetek Istennek, énekeljetek Istennek. Jó. Úgy, akkor hangolódjunk az énekre, és pedig lássuk, besegít nekünk anya még apa. Kérjünk szépen a gyülekezetet, hogy ezt az utolsó sort énekeljük együtt. Az pedig, hogy... Ezt énekeljük el nekik, aztán meghallgatjuk, megtanulták, vagy nem. Csak ezt énekeljetek, és... Énekeljetek Istennek, Stereo lesz, úgyhogy kezdjük is az első két verszakkal, amikor hát csak énekeltünk, és aztán folytatjuk. A szöveget írta Kire Lajos, a zenéjét Barány Gyerő. Amit említettem, és tudjuk, virágvasárnap is voltak sok gyermekek, pálvágokkal, előhát, itt is vannak bent, a végén megkapjátok, és vihetitek tovább, jó? Addig pedig énekeljünk és mondjuk hozsánnát annak, aki volt, van és lesz. Ugyanúgy, ha már ilyen jól bekapcsolódott a szülők, hozzátartozók, kérem szépen továbbra is, hogy füleljenek, tehát amikor hallják a, esetleg a nevüket, vagy úgy gondolják, hogy róluk van szó, akkor legyenek szívesek, kiáltsák, hogy hozsánna, vagy énekeljük, hogy hozsánna. Minden gyermek mondja, hozsánna! Minden felnőtt mondja, hozsánna! És most mindenki mondja, hozsánna!
Örülünk mindannak a másiknak, ki vagyunk. De azok, akik most élünk, mostani keresztények, tudjuk, hogy az Úr Jézus miért halt meg, és az Úr nagyon szeret. Mi ennek örülünk, mi ezért hálásak vagyunk. Kicsitől nagyig, ahogy megértettük, ahogy felfogtuk, ahogy elhittük, nem tehetjük csak megvallani. Most ezt fogjuk tenni két énekben, az Úr nagyon szeret, és boldog vagyunk. Szólózni fog először is Salomea és Priscilla. Szólózni
lehet ennek örülni, akik ezt megtapasztaltuk. Ahogy említettem, nem sokáig tartott az öröm egyeseknél. A következő ének magára foglalja a temetést, de a feltámadást is, a gyászt, de az örömet is. Thank you.
hogy Jézus szeret engem és mindjárt. Meghal, de feltámadt és elment, hogy helyet készítsen, és vissza fog jönni életünk. Ki tehette volna mindezt? Csak egy személy jött is. Lenne valaki, aki életét adja fel a barátjáért? Hát még a világon. Hát még az összes ember. Akik annyira váltakozók vagyunk, annyira változatosak, annyira színesek, annyira különbözőek. Igen, az Úr Jézus képes volt erre. Hát csak te vagy méltó erre. Most megkérem az Ászáfot is, hogy segítsen be, és együtt fogunk énekelni egy éneket. A csak te vagy méltó. Milyen lesz, amikor a mennyben mindjárt felsorakozunk. És akkor mindjárt a bárány dicséretét énekelni. Akkor mindenki fogja tudni azt az éneket. Nem csak a kisebbek, a nagyobbak. Nem csak ilyen olyan lesz, hanem tökéletes lesz. Addig pedig fogadja a Jóisten és a kedves hallgatók hozzátartozók szeretettel. Csak te vagy méltó. Zenét szereztem itt Jóisten. Thank you.
Ami újra helyet foglalunk, kicsinek és nagyok, hát énekeljünk újra egy közös éneket, halljuk meg együtt, hogy méltó, méltó a bárány. Álljunk fel ismét, és közösen halljuk meg együtt. Miután elénekeljük ezt a közös éneket, utána egy költeményt fogunk meghallgatni Mikló Jucci felészéről, és a költemény után pedig ige üzenettel Péter István remetei lelkipásztor testvér részéről fogunk hallani. Kétség ott ül sok tanítványán. Kialudt hát a szent világosság, romba dőlhetett a nagy igazság. Egy áruló csók bitóra vitte, s a nép, mely sokszor illésnek hitte, megkorbácsolta, földig alázta, arcul verdeste, szitta, gyalázta. Elhamvadt tűz lett az örök élet, elhervadtak az üde remények, csak állnak, várnak, bús imádsággal, királyt sirató szomorúsággal, nagy fájdalmukat, ó, ki érti meg. A mester hallgat, az ajka néma, a teste hideg. Kajafás főpap, s cinkos társa mind,
kaján mosolyjal és dőre gőggel az elcsendesült Golgotára int. Aki szerette, most menjen bele, fusson, kinek ő volt istene. Most ott pihen a halottak között, nem uralkodik Izrael fölött. Ki mindig tudott máson segítni, miért engedte magát felfeszítni? De kajavások, ne siessetek, mesiás tiprók, ne tapsoljatok, csak három napig várván várjatok. Hallgassatok el, keresztácsolók, hamis vádolók, gonosz csácsogók, ne gyűjjetek lakomára, ne még, ne bántsátok a megfélemlített tanítványoknak örök istenét. Bús tanítványok, emlékezzetek, az élő mester mit mondott nektek? Szükség volt, hogy ő testben meghalljon, hogy harmadnapra az írás betelvén föltámadhasson. Az égi atya akarta így ezt. Áldozat oltár volt a fakereszt, hol bűneinket mosta el a vére, most álomból út kedves szemére, de ti tekintsetek fel bízva az égre. Múlnak a napok és az éjjelek, és a harmadik hajnal bíbor fényében megnyílnak az egek. Ne sírjatok, és ne féljetek már, csak higgyetek. Minden zord télre rügyfakadás jön, szomorúságra támad az öröm. Sziklák mozdulnak, a kripta nyillik, Isten hatalma elhat a sírig. Sűrű homályból világosság lesz. Ó, nem káprázat, szent valóság ez. Sötét üregben nincs már halott. Angyal hirdeti, az Isten fia feltámadott, feltámadott. Az egész világ hittel csodálja, tavaszi szellő ezt orgonálja. Halál, hol a fullánkod éle? Hol a győzelmed koporsó mélye? Vissza kísértő, félre csüggedők, gátak szagadnak titkos nagy erők, s eltörpül minden emberi gazság, mert a halálon át diadalt arat az élet, út és az igazság. Nyíljatok ki mind fehér virágok, illatozzátok be a világot, minden bús szívben öröm fakadjon, ének zendüljön minden hű ajkon, magasba törő, újongó ének, mert győzött a Krisztus, győzött az élet. Igen, a szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a kedves jelenlevőket. Különböző helyekről jöttünk. Mi most Magyarországon lakunk, ott nem gyakori az a kedves köszöntés, amit a román atyafiak szokták ilyenkor köszönteni egymást. Hadd mondjam most magyarul, hogy feltámadt az Úr Jézus. Boldogan feltámadt. Milyen szép és milyen igaz ez. Az Úr Jézus ellenségei, a farizeusok, a főpapok, az írástudók, egész szolgálata ide alatt az Úr Jézus igyekeztek nem csak kritizálni, kísérteni, a bennük levő irítség, aztán a félelem is arra a döntésre juttatta őket, hogy meg kell szabadulni Jézustól. Elhatározták szűkebb és tágabb körben, hogy halálra adjuk. Nem találták a módját. Igen ám, de mi tudjuk azt, hogy semmit nem tehettek volna, ami drága Urunkkal, ha Isten nem küldi el az ő fiát, ha az Úr Jézus ezt nem vállalja el, és ha nem jött volna el a sötétség órája, tehát amikor elkezdődött igazából az igazi szenvedés sorozata egész a keresztfáig. Aztán
hár örömmel ezek a főpapok és vallási vezetők is nem szígyelték magukat kimenni a Golgota hegyére, és egy megalázott, megcsúfolt, elhagyatott pucérra megköztetett, minden méltóságától megfosztott, leköpött, hadd ne is soroljam, azt a emberileg is igen megalázó állapotot, amikor ég és föld között az átok fára oda van szegezve Isten áldatlan báránya, és csúfolják, és gúnyolják. Úgy gondolták, hogy megszabadultak Jézustól, féltek tőle. Aztán, miután eltemették, rájuk tört a nagy félelem, hogy megmondta, úgy mondta, hogy ők mondták, ez a csaló, hogy három nap múlva feltámad. Mert azt mondta, hogy a Jónás próféta jelét fogja adni. Három napig a Cethal gyomrában lett volt Jónás próféta, de azután pedig kiszabadult és hirdette az Isten ítéletének az üzenetét. Így kell az emberfiának is történnie. És ez történt. És ezért még jobban megijedtek. Hogyan tudnánk most megakadályozni, hogy nehogy feltámadjuk, ha már keresztre juttattuk, hát akkor megszabadultunk tőle. Csak elfelejkeztek arról, amiről nagyon sok keresztény is elfeledkezik, hogy Isten jelenlététől nem lehet megszabadulni. Mondja a 139. Zsoltár, hogy hova meneküljek, hova fussak a te színed elől. Milyen szomorú, látjátok, hogy a törvény ismeretével és a törvénykönyvvel a kezünkben mégis ilyen esztelen, elsötétült, démonizált állapotba kerülnek. Ám de Jézus feltámadta, hogy hallottuk. Miért? Azért, mert ez meg volt jövendőben. A prófétákról a bizonyságot tettek. Az Úr Jézus háromszor is a szűkkörű tanítványoknak is kijelentette, hogy szükség az emberfiának, hogy meghaljon. Azután három nap múlt, tehát hogy szenvedjen az emberektől, azután pedig, hogy feltámadjon. Erről nem akartak tudni. Csak arról, hogy van egy olyan mesiásuk, aki isteni hatalmával nagyszerű királya lehetne Izraelnek, és ebben az irányba szerették volna az Úr Jézust látni, az ő mesterüket. És amikor látták, hogy a keresztfán van, elhagyatva, arcukat ők is elfordították tőle, nem hittek az addigi tanításoknak, az ő hitük összetör. És nagyon sok kereszténynek összetörik a hite, azért, mert nem az Isten igéjén, nem az Isten kijelentett igazságán alapul, hanem a saját elképzeléseim és vágyaim, ami egy földi életre irányul. Jézus Krisztus pedig, ahogy hallottuk az énekekben, a bizonyságtevésekben, azért adatott halálra, tehát a mi bűneinkért, a mi bűneinket vette magára. Az ártatlan Isten fia átokká lett. Miért? Hogy 100%-osan megbüntesse igazságos szent haragját, tehát szentség, tehát igazságos szentsége a bűnt, és nekünk pedig 100%-os bocsánatot, kegyelmet, szabadulást adjon. És ha megkérdeztük volna a farizeusoktól, és azoktól a nagy tanács tagjaitól, hogy honnan tudjátok, hogy feltámadt az Úr Jézus? Kiürült a kassa? Hát de hogy volt? Meg kellett vesztegessük ugye a katonákat. És ez a hír ugye óriási missziót jelentett negatív értelemben, hogy elhitessék az emberekkel, talán ezekkel ezek a hős katonák is a saját katonai becsületüket, méltóságukat is feladták, meg lehetett vásárolni ugye pénzért, és elterjedt ez a hír, mint ahogy napjainkban is a zsidók között és sok úgynevezett vallásos ember között. Hisznek addig, hogy Jézus Krisztus egy csodálatos valaki volt, hiszik azt, hogy meghal, de hogy feltámad, ilyen nem létezik. Igen ám, de ő feltámad. És ha megkérdeztük volna Máriát, akiből hét ördögöt űzött ki az Úr Jézus, emlékszünk, hogy megkérdez az Úr Jézus épp ettől az asszonytól, aki kora hajnalban a hét első napján ott van sírva, elkeseredve, reménytelenül a sír mellett,
hogy elvitték az én uramat, és megjelenik a feltámadott úr. Megkérdezi tőle, hogy Mária, és hisz? Mert nincsen meg az én uram. Én nem tudok Jézus nélkül élni. Hát ki volt számodra ez a názáreti? Az én életem pokló volt. Démonok hatalma uralta a testemet, a lelkemet, a szellememet. Én földi pokol volt az én életem. De a názáreti megszabadított. És boldoggá áldott etett az életemet. De most meghalt. Én nem tudok nélküle lenni. Hárja, szólja az Jézus. Mit mondott volna Mária? Megszólított. Találkoztam vele. Láttam az üres sírt. Megváltoztatta az életemet. És most boldog vagyok, mert mindig az ő jelenlétének a tudatával élhetek. Mert neki adatok minden hatalom menjen és földön. Ha megkérdeztük volna Pétert. Péter, te nagyon nagy szégyent hoztál az Úr Jézussal, a tanítványtársaiddal együtt. Egyáltalán nem hitelesítettétek Jézus Krisztusnak a fenséges voltát és az ő szolgálatát. Úgy gondoltátok, hogy ti valakik vagytok. És nézd, Júdás elárulta, te megtagadtad háromszor, a többiek mind elhagyták. Egyedül kellett a vesztő helyre, a Golgotára menni. Neked mi a véleményed? Óriási bűnteher, bűntudatod a szélekre. Tanítványtársa az akasztófán fejezte be, mert nem bírta a bűntudatának a terhét, hogy elárulta 30 ezüst pénzért Isten bárányát. Majdnem én is ilyen irányba mentem, csak az ő drága tekintetre találkozott az enyémmel. És eszembe jutott az ő ígéje, hogy Péter, ezen az éjszakán mindjárt megbotránkoztuk bennem, és mi te is. Jó lett háromszor, hogy velem ez nem történhet meg. Mind, hogy nagyon sokan közülünk úgy gondoljuk, hogy mi nagyon alkalmasok vagyunk, hogy erőteljesen és egyenesen járunk a Krisztus útján. És kiderül, hogy nem vagyunk különbök a többieknél. Ha az Isten kegyelme nem könnyűlne rajtam. Eszébe jutott Péternek, amit az Úr Jézus mondott, hogy te megtagadsz, de én, mondjuk csak együtt, imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, vagyis hogy ne Júdás módjára folytasd az életedet. Mi lett volna Péter veled, hogyha Jézus nem támad fel? Megzavarodtam volna. Mi lett volna azzal a bűntudattal, hogy te, a valaki, a tanítványok között az első, aki fogadkoztál, mégis megtagadta őt? De azt mondja Péter, de feltámadt Jézus. Üzenetet küldött, mikor feltámadt. Mondjátok meg Péternek. Aztán kerest az alkalmat, hogy beszélgessen vele, hogy Péter, szeretsz engem? Háromszor kérdezte. Ez a feltámadott úr megbocsátott volt. És az ő feltámadása garantálja azt, hogy a bűnért való áldozatot Isten elfogadta, és működik a bűnbocsánat kegyelme, amit te és én is elfogadhatunk. Azt mondja János evangélium a 22. fejezetében, hogy ezek a csodák, Jézusnak az élettörténete, szenvedése, feltámadása azért írattak meg, hogy higgyük azt, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia, és a benne való hit által örök életünk legyen. Ez a megalázott, tőlünk elutasított, benne nem hívő, vele szemben háttal levő Jézus Krisztust Isten feltámasztotta, megdicsőítette, és olyan nevet adott, amely mindennél fölött való. Úrrá tette, és
Neki adatott minden hatalom menjen és földön. A te életed fölött is neki van hatalma. Nagyon fontos dolog, hogy még ma dönts Jézus Krisztus mellett. Add át az életedet. Bűneiddel ne próbálj saját magad vagy cinkos társaiddal megbirkózni, mert nem sikerül, Júdásnak se sikerül. De Jézus Krisztusnak, az Isten fiának a vére megtisztít téged minden bűntől, azért, mert ő él. És garantálja, hogy a benne van hívő ember életében is Szent Lelk által ott van, és végig kíséri egész földi életében, és garantált az örök élet is. Mert azt mondta, mi megváltunk, ő él, és mi is élni fogunk. Amen. Amen. Imádkozzunk! Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked, hogy Isten így tervedet megvalósítottad évezredek folyamán, meghirdetted a proféták által, és az idők teljességében pedig kibocsájtottad a te fiadat. Köszönjük, Úr Jézus, hogy senki nem kényszerített, hanem az irántunk való szeretetedből vállaltad azt, hogy a mi világunkba, te sajátodba jöjjél, vállaltad azt, hogy átvállalt a bűneinket, hogy átokká legyél, elhagyatottá, és hogy megízleld azt a halált, amit nekünk soha nem kell megízlelnünk, ha benned hiszünk. Köszönjük, Urunk, hogy van bűnbocsánat. Köszönjük, hogy van lehetőség a melletted való döntésre. Köszönjük, hogy Úr vagy, királyoknak a királya, uraknak az ura, aki nem sokára újra visszajössz, hisz ezt megígérted. De addig is, Uram, most is hívod azokat, akik szeretnének benned hívőként a te dicsőségedre élni ezen a földön. Imádkozom azokért, akik még bizonytalanok, akik tudnak sok mindent, de még nem hozták meg ezt a döntést, csak távolról követnek téged. Akik talán egyet értenek a te ígéddel, de nem lettek még a te tanítványaid. Imádkozom, hogy Szent Lelked által munkáld ezt a személyes döntést melletted, Lelked által, a te dicsőségedre. Ámen. És még annyit, hogy engem nagyon felemelt a nagy és a kis Aszáfnak a kórusa, meg az énekek, meg az a lelkület, ahogy énekeltetek. Jó volt itt veletek lenni, az Úr áldjon meg benneteket. Ilyen kicsi csapat, nem művészek, de mégis a lélek tüzével énekelhettetek, énekelhettétek az evangéliumot előttük. Úgyhogy most énekbe is hallottuk, üzenetbe is hallottuk, most csak nekünk kell válaszolni Isten hívására. Csőség az Úrnak, hála nektek, köszönjük. Akkor még egy záró dicséret a részünkről, majd buzdítson bennünket négy ének által.
Egyszer ismételjük az ászáttal és mindenkivel, hogy mit tett az Jézus életünk. A gyengének erős vagyunk, szegénynek gazdagságot, vaknak világosságot, ezt tette velünk az Úr. Még egyszer mondjuk egy hozsánnát tekintesen. Énekkel is dicsérjük az Urat, áld most őt, meghalt, hogy te élhess. Áld most őt, mert méltó, hogy dicsérjük. Thank you.
most csak elkezdtük és próbálkoztunk itt a Földön, van lehetőségünk, alkalmunk, kegyelmünk, kiváltságunk, próbálkozunk, hangolódunk az Isten dicsőítésére, de folytatjuk odás. A ma estében besegített a doboknál a ütőszekcióval Péter. A hegedűnél Padassa. A gitárnál Dávid. A billentyűnél Claudia. A basszusgitárnál Sámuel. Záró dicséretünként hadd valljuk meg egy ismert ének feldolgozását. Annak az éneknek, hogy Jézus él, mert Jézus él.
szavakat, csak a köszönő szavakat szeretném elmondani. Ernő már köszöntötte és megköszönt a zenészeknek, én szeretném, ha megköszönnénk az énekeseknek, Kis Ászlátnak és Nagy Ászlátnak, ezért a szép előadásért és szolgálatért, hogy Jóisten áldja meg őket. Nem utolsó sorban Egyed Ernő karmestertestvérnek, aki szervezte és vezette. Köszönjük a szülőknek, nagyszülőknek, testvéreknek, gyülekezeti tagoknak, akik imádsággal, meg más sok mindennel támogatták azt az összejövetelt, a Jóisten áldjon meg bennünket, mindnyájunknak. Egy közös éneket fogunk záradékul befejezőképpen énekelni. Baptista himnusznak is szoktuk nevezni ezt az éneket, a Feltámadt Hős című éneket. Énekeljük el örömmel és háladással, imádsággal, mert zárjuk alkalmunkat, Jóisten áldjon meg mindnyájunkat. Köszönjük, hogy így szeretted az embereket, közöttük engem is, bennünket. Hálásak vagyunk neked, drága Mesterünk, drága Jézusunk, hogy vállaltad a szenvedést, a halált, de feltámadtál a mi megigazulásunkért. Köszönjük, hogy így boldog és békés, beteljesedett életet akarsz nekünk adni. Köszönjük, hogy így énekekkel is dicsőíthettünk téged, és közeledhettünk hozzád. Áldjál meg bennünket, Urunk, és segíts meg, hogy egy boldog élettel,
egy boldog ünnepléssel tudjunk téged magasztalni és dicsőíteni. Amen. Köszönjük mindenkinek, aki eljött el a koncertre, az Isten tiszteletre. További boldog és áldott feltámadási ünnepet kívánok mindenkinek.